Szervusztok, szép jó estét kívánok mindenkinek. Remélem tudok olyan dolgokat mondani ma, ami egyrészt hozzátesz ahhoz az élethez, amit éppen élünk és szeretnénk boldogabbá tenni, másrészt elsősorban a kapcsolatainkhoz fog hozzátenni, azt gondolom. Harmadrészt pedig én úgy érzem, hogy a ható erőnket fogja támogatni, és majd meglátjátok, hogy ezek a dolgok hogyan függenek össze. Én leginkább a ható erőről szeretnék majd a végén beszélni néhány mondatot. Ugye a címe ennek a mai estének az univerzum etikája a párkapcsolatokban. Kicsit merésznek tűnik ez a cím, és egy korábbi alkalommal ebben a témakörben már adtam elő, és néhány korábbi felismerésemet most is megosztom, és igyekszem kibővíteni újakkal. Annak ellenére, hogy ez a cím merész, meg fogjátok látni, hogy ti magatok is érezni fogjátok, hogy lelketek legbensejéből, hogy a dolgok valóban így vannak. És rögtön azzal kezdem, hogy egy, szerintem óriási dolgoknak leszünk ma birtokosai, kettő, a legtermészetesebb dolgoknak leszünk a birtokosai ma este, hiszen olyan dolgokat fogunk megtudni, amit egyébként is tudunk, csak valahogy nem foglaltuk össze a magunk számára talán, vagy nem tudatosítottuk, de mindezeknek a dolgoknak a tudatosítása rendkívül sokat jelenthet, és nagyon sokat adhat hozzá az életünkhöz. A választásainkban, a döntéseinkben nagyon-nagyon sokat fog tudni segíteni, és hát ugye a címből rögtön következik, hogy elsősorban a párkapcsolataink terén. Azt hiszem, hogy egy dologban rögtön az elején megállapodhatunk. Kapcsolatok nélkül egyszerűen nem lehet létezni. Így van? Vagy párkapcsolatban élünk, vagy csak szeretnénk abban élni, de valójában mindig kapcsolatok sűrűje vesz bennünket körül. Akkor is, hogyha ez nem egy szerelmi kapcsolat, akkor is, hogyha csak egy munkakapcsolatról beszélünk, akkor is, ha az utcán sétálunk, és valaki megkérdezi tőlünk, hogy merre van a posta, pillanatok alatt valamilyen kapcsolat létrejön, és ennek a kapcsolatnak nagyon sokféle kimenetele lehet. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én azt tapasztalom, hogy nagyon, hogy is mondjam csak, sok mindent elértünk már eddig, és sok mindenben fejlődtünk, így általában véve mi emberek, mégis a kapcsolatainkban körülbelül olyan dolgokon vitatkozunk a mai napig, vagy olyan dolgoktól szenvedünk, amikor szenvedünk, vagy olyan dolgoknak örülünk, amit hát 1-2000 évvel ezelőtt pont ugyanígy éltek meg. Én azt hiszem, az emberek. Ha egy kicsit visszagondolsz a görög Panteón lakóira, az ő életükre, az ő játszmáikra, azokra a mitoszokra, legendákra, amelyek istenek, istenségek életét, párkapcsolatait írják le, hát azok a dolgok, amiket itt megtapasztalunk, illetve amit megtudunk, vagy olvasunk róluk, azok gyakorlatilag ma is benne vannak valahogyan az életünkben. Tehát úgy tűnik, hogy mindenben nagyon sokat fejlődtünk, tényleg űrbe járunk, és most már azt hiszem Mars expedíció is készül, és az első űrszállodát 2016-ra készülnek átadni. Tehát fantasztikus dolgokat élünk meg, de a kapcsolatainkban még mindig olyan dolgokkal hát bajlódunk néha, mint amilyennel 1-2000 évvel, vagy több ezer évvel ezelőtt bajlódtunk az emberek. Elsősorban párkapcsolatban élők. Szóval kapcsolatokban élünk, nézzük meg, hogy mi az, amit valószínű sok ezer évvel ezelőtt se, meg most se jól tudunk, illetve nem definiálunk. Mi az, hogy kapcsolat? Mi az, hogy kapcsolat? Meg tudnánk-e valahogyan fogalmazni, vagy hogyan jön létre egy kapcsolat? Én inkább ezt kérdezném, hogy tudjuk, hogy hogyan jön létre egy kapcsolat. Hát az egy dolog, először is valószínű, hogy ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk valakivel, ahhoz tudnunk kell róla, hogy mi létezünk, vagyok én, és van itt egy másik, és ettől még nincs kapcsolat, hogy én is vagyok, meg ő is van. Mikor lesz itt kapcsolat? Amikor először észrevesszük egymást, és először jeleket küldünk egymásnak, és ez a kapcsolat, ez lehet tisza virág életű, tarthat néhány másodpercig, és tarthat több perctől akár több évig, vagy évtizedig, de mi kell ehhez, hogyha azt szeretnénk, hogy soká tartson? Kommunikáció, itt elhangzott az előbb a bűvös szó, tehát jelzéseket kell egymásnak adjunk, és
a kommunikáció lesz majd az, ami összetartja a te, az én, az ő elszigetelt lényeket. Ez fog bennünket össze. Ha lehet, milyen legyen ez a kommunikáció? Milyen legyen? Mondjuk így, hogy építő jellegű vagy pozitív kommunikáció. Ha tartósá válik ez a kommunikáció, akkor mi fog létrejönni itt még? Kölcsönhatás, és még valami biztosan létre fog jönni. Remélhetőleg fog látszani valamennyi, ha nem, akkor oda sejtitek. Létre fog jönni egy közös tér, ami mind fog múlni. Mind fog múlni ez a közös tér. A pozitív kommunikáció. Hogy milyen lesz ennek a térnek a... Milyen érzés lesz ebben a térben lenni? Szeretünk-e majd benne lenni? Vonzódunk-e ehhez? Az azon fog múlni, hogy én, te vagy ő, mi, akik ebben benne vagyunk, hogyan, mit teszünk egymással, hogyan kommunikálunk egymással. Lehet egy ilyen tér ellenséges is? Lehet feszült is? Lehet bőven. Szeretnénk akkor ebben a térben ismételten újra meg újra ott lenni, vagy megjelenni? Oda akarunk tartozni? Nem valószínű, hogy oda akarunk tartozni. Tehát mindenféleképpen azon múlik egy ilyen közös tér, hogy meddig fog élni, hogy mi mit teszünk benne. Mi hogyan fogunk ebben egymásnak jelzéseket adni. Még egy gondolat. Tételezzük fel, hogy közös terünk létrejött, és pozitív kommunikálunk. Ez azt jelenti, hogy talán, ha párkapcsolatokról beszélünk, akkor induljunk ki abból, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, tehát van egy affinitásunk. Ez párkapcsolatokra nézve azt hiszem igaznak kell feltételezzük, hogy azért jön létre, mert szimpatikusak vagyunk egymásnak, tehát van egy vonzásmezőnk. Létrehoztuk ezt a közös teret, mit gondolunk arról, hogy ez a közös tér meddig fog igazából fennmaradni? Meddig fog fennmaradni? Itt már elhangzanak okos ötletek, amíg mind a ketten akarják. És amíg mind a ketten vélhetően tesznek is érte. Aha, és ott megjelent egy másik ellenvélemény is, hogy nem biztos. Az ellenségünkkel van közös terünk? Hát valamilyen szinten van. Vele is van, és a legjobb szerelmünkkel is van egy közös terünk. Vele is van egy közös terünk. De egy biztos, töröljük ki ebből a közös térből ezt az egy nagyon fontos dolgot. A kommunikációt, a pozitív kommunikációt. Meddig fog fennmaradni? Jó. Miért térek erre ki? Azért, mert a kapcsolatoknak és az úgynevezett ilyen közös létrehozott tereknek alapvetően sok csoportja van, de van két fő csoportja. És ha nem tudjuk pontosan, hogy mi melyik csoportban tartozunk, vagy melyik csoportban vagyunk, akkor nem biztos, hogy működtetni fogjuk, jól fogjuk tudni ezt működtetni. Az egyik nagy csoportja a kapcsolatainknak az az, amit az életünk elején megismerünk. Ez milyen kapcsolat és közös tér lesz. Bizony, ez lesz az a bizonyos szülő-gyerek kapcsolat. Rendben. Egy szülő-gyerek kapcsolat mikor ér véget? Miért nem ér véget sosem? Mindig a gyerekei marad. Mert a gyerek a szülőnek mindig gyereke marad, és fordítva is ez így igaz. Ameddig él az egyik és él a másik, a szerepek kicserélődnek. Nem. Lehet, hogy a kommunikáció az helyenként majd megszakad, az is lehet, hogy nem beszélnek egymással napokig, vagy hetekig, vagy évekig, de attól még meg lehet, hogy elköltözött egyikük a bolygón másik felére, egy másik kontinensre, de attól még a kapcsolat és a közös tér megmarad, kicsit hézagosan, de megmarad, bizony. Akkor is, ha nem teszünk bele pozitív kommunikációt, akkor is megmarad. Rendben. Akkor most nézzük egy picit meg, hogy a kapcsolatoknak az a bizonyos másik nagy csoportja. Például az, amit társkapcsolatban élünk. Meddig maradt fenn, ha ezt kivettük belőle? Meddig maradt fenn egy létrejött kapcsolat? Meddig maradt fenn? Kommunikáció nélkül? Ki az, akinek már van volt szerelme? Fennmaradt? Fennmaradt vele a kapcsolatod? Fennmaradt. Igen, csodálatos.
Mit csinálsz vele? Kommunikál. Hurrá! Tételezzük fel, hogy nem kommunikálsz vele. Olyan van-e, aki nem beszél a 15 évvel, vagy a 10 évvel, vagy a 3 évvel ezelőtti szerelmével? Rendben. Az óvodás szerelmünkkel? Rendben. Szóval, fennmarad úgy igazából egy kapcsolat, ha nem viszünk valamit bele? És ez elsősorban majd a szavaink lesznek. Van egy nagyon-nagyon aranyos kis demonstráció, amit szeretnék nektek megmutatni. És igen, kapok hozzá segítséget. Köszönöm szépen. Szóval, amikor létrejön egy párkapcsolat, jöha, a pipa szára eltűnt, kérek még egy pici segítséget. Amikor létrejön egy párkapcsolat, ezzel lehet a legjobban demonstrálni, akkor általában, köszönöm szépen, általában véve azt hisszük, a kommunikáción túl, hogy elég ebbe gyönyörködni. Így van? Szóval megcsináltuk, most már én itt így folytogatom, szorítom a szárát ennek a lufinak. Megcsináltuk, megszerettük egymást, megláttuk egymást, szerelembe estünk. Itt a szerelem, megvan a szerelem. Rendben. Még kommunikálunk is, ez a tényező biztos megvan, hiszen azért a szerelmesek azok többnyire biztos ugnak-bugnak egymás fülébe, vagy napi SMS, vagy levél, vagy bármi más egyéb. És azon kívül, hogy kommunikálnak, vajon mi az, amit tesznek még ezért a kapcsolatért? Hallottunk-e valaha olyat, vagy indultunk-e valaha úgy el az életünkben, egy kapcsolatban, hogy felhívják a figyelmünket valami olyan dologra, hogy nem elég, hogy beleszerettél a másikba? Nem elég, hogy beleszerettél a másikba. Nézed, olyan gyönyörű, nagyon szép, nézegeted, és addig nézegeted, hogy lehet, hogy előbb-utóbb találsz egy másik lufit, ami egy picivel fényesebb, egy picivel jobb tartása van, egy picivel jobb kiállása van, és nem fog a kezedben így, hogy is mondjam, csak hervadozni. Megcsináltuk a kapcsolatot. Telik múlik az idő. Mi lesz a kapcsolattal? Mi lesz ezzel a lufival? Nem. De miért? Hát én szeretem a másikat. Miért? Miért jár így a lufim, ha szeretem a másikat? Hazamegyek minden nap, vagy oda megyek minden nap, találkozom, vagyunk, mit kéne még csinálni? Beszélünk is. Haha. Milyen munkát? Rendben van. Szóval, hogy is szokott ez lenni? Milyen egy kapcsolat a kapcsolat elején? Milyen egy kapcsolat az elején? Elég fényes. Kérem szépen mutassuk meg, segítesz Édik, hogy milyen, amikor a kapcsolat az elején van. Oké. Szóval a demonstráció elég jól sikerült. Amikor a kapcsolat az elején van, még ilyen. Rendben? Múljon el néhány nap, néhány hét, néhány hónap, és ez nagyon tartós, ez a kapcsolat, néhány év. Várunk egy picikét, és úgy múlik. Van ilyen érzésünk, hogy az időnek valahogy köze van ahhoz, hogy a kapcsolatunk mennyire fényes, mennyire vonzó, mennyire szép, mennyire kívánjuk. Figyelj, melyik almába szeretsz beleharapni? Abba, amelyik olyan szép, ropogós, fényes, vagy abba, amelyik olyan kellemesen megfáradt, és kicsit olyan ráncos és fonnyadt a bőre, és ott napozik a konyha asztalon már 3 hete. Szóval melyik almába szeretsz beleharapni? Ugye, hogy a fényesbe? Abban nagyon-nagyon szép fényesbe. De valahogy a kapcsolatunk, amikor úgy sokáig ott hever a konyhaasztalon, és nézegetjük, akkor úgy egyre kevésbé lesz fényes. Ahogy az idő múlik, ennek függvényében. Nagyon sok olyan párt ismerünk, akik 5, 10, 15, 25, 50 év múlva is szerelmesek egymásba. Nagyon sok olyan párt ismerünk? Tömegével szinte, nem? Tömegével. Nem? Nem így van? Nem. De miért? Rendben, én azt gondolom, hogy egy idő után hogy mindenkinek felsejlik, hogy ez a másik valahogy olyan szomorú, pofozgassuk már fel egy kicsit, vagy olyan egyhangú ez az egész dolog, és akkor mit fogunk csinálni, hogyha úgy látjuk, hogy valami kellene, kitaláljuk, hogy elmegyünk egy wellness hétvégére, és akkor mi lesz velünk? Hogy elmegyünk túrázni, vagy elmegyünk színházba, moziba, akárhova, akkor mi lesz a kapcsolatunkkal?
mi lesz vele megint? Kibírjuk. Hurrá! Meddig? Meddig? A következő wellness hétvégéig. A következő wellness hétvégéig. Az rendben van, de a wellness hétvége mondjuk lejárt, és van hétfő, van kedd, van szerda, van, és a többi, és egyszer csak elkezdünk megint így lebólintani, és ahogy múlik az idő, megint valahogy elkezd így kopni ez a dolog, és lehet, hogy egy idő után minden más érdekesebb lesz, mint hogy a kapcsolatomhoz hazamenjek, vagy randizni menjek vele, vagy és a többi. Egyszer egy úriember ezt úgy írta le, hogy már nem tudom hány éve tart a kapcsolata, és minden vasárnap töltött csirke van kompóttal. Érzed benne azt a nagy vágyat? Így írta, a kapcsolatáról kérdeztem, és ez volt a válasz. Minden hétvégén töltött csirke van alma kompóttal. Ja, és petrezselymes kompóttal. Tehát... Majd ezek után megjegyezte, hogy lehet, hogy valamelyik hétvégén most már mást is szeretne enni. Szóval, hogy van ez? Hogy van ez? Mi az, amit nem tudunk? Mi az, amit nem veszünk észre, és mi az, amit nem tudatosítunk az életünk során, a kapcsolatainkban? Az először is. Talán valami olyasmi, hogy próbáljuk ki, hogy megjöttünk a wellness hétvégéről, de még egyelőre hétfő este van, de már... Hú, nagyon jó. Tehát a kicsomagolás után vagyunk. A kicsomagolás után vagyunk, és az egyikünk már valamit tett be. Mit tett bele? Mit tett bele? Nagyon jó. Valami olyat, amivel az egészet ismételten kivirágoztatta, valószínű valamilyen apró, kisebb vagy nagyobb örömöt okozott, vagy valamilyen gondosságot csinált erről. Majd mindjárt lesz szó, hogy ez hogy is van. Kedd. Minden este nehogy ő masszírozza a hátamat, lehet, hogy most én fogom az övé. Nézzük csak, ezt én csináltam, kedv van. Rendben? De napközben elfáradunk megint, ez már a szerdai nap lesz. És nagyon sokféle hatás ér bennünket, szóval gyűr az élet. Ugye ez szokott bennünket gyűrni? Úgy kimél egyébként mindenkit, tehát a főnöke, a, nem tudom, az APEC, az egyéb körülmények. Hát elég ráncosak vagyunk, mire nap végére hazamegyünk. Tegnap én tettem bele. Szerdán megint valami történik, lehet, hogy most ő főzött egy finomat. Szuper. Vagy vett egy mozijegyet, méghozzá olyan filmre, amit én is szeretek. Nem csak ő, hanem amit én is szeretek. Lehet, hogyha valamilyen apró ide-oda játékot csinálunk, akkor ez a lufi nem csak a wellness hétvégékre lesz fényes, ami mondjuk lehet, hogy havonta, negyed évente, több évente, stb. Adódik az életünkben, kinek mennyi ideje, energiája van, hanem lehet, hogy minden nap tudunk egy kicsit tenni azért, hogy a kapcsolat fennmaradjon. Én azt gondolom, hogy nem olyan nehéz kitalálni, hogy igen, de ehhez nagyon érdekes szabályt szeretnék most elmondani. Tehát a kapcsolatoknak két nagy csoportja, az egyik a szülői kapcsolat, a másik pedig minden olyan kapcsolat, ami nem szülői, közötted és egy másik ember között született, azt úgy hívjuk, hogy létrehozott kapcsolat. A szülői kapcsolat nem általad létrehozott kapcsolat. Az a kapcsolat, ahol a te affinitásod kapcsán valakihez vonzódsz, és ezért elkezdesz vele kapcsolatba, tartós kapcsolatba kerülni. Elkezdesz vele kommunikálni, vélhetően az a szándékod, hogy a kapcsolatot fenn akarod tartani. Ez a kapcsolat már úgynevezett létrehozott vagy teremtett kapcsolat. A kettő között nagyon nagy a különbség. A különbség az az lesz, ő a... Ő lesz a teremtett kapcsolat, és ez a különbség azért lesz érdekes, mert a szülői kapcsolatodban mennyi energiát kell beletegyél mondjuk 3 éves korod és 18 éves korod között, vagy 18 és 22 között, vagy én nem tudom, tehát bármikor.
Meg fog szakadni a szülő-gyerek kapcsolatod akkor, hogyha te lusta vagy, kevesebbet beszélsz, vagy kevesebbet segítesz, vagy nem viszel bele annyi érzelmet? Megszakad a szülő-gyerek kapcsolat? Nem szakad meg a szülő-gyerek kapcsolat. Nem csak, hogyha nem kommunikálsz benne, hanem ha nem teszel bele, akkor sem. Szünetek lesznek benne, de nem szakad, mert te vagy, a szülőd a szülőd. A teremtett, a saját affinitásod által teremtett és létrehozott kapcsolat meddig fog élni? Pontosan. Ameddig teszünk bele. A teremtett kapcsolatoknak az a nagy trükkje, hogy csak és kizárólag addig él, amíg a felek tesznek érte, és tesznek bele. A legfontosabb dolog azt tudni róla, hogy minden kapcsolatot, amit így hoztál létre, naponta teremted. Naponta újra, és újra, és újra teremted. Nem elég fél évente egyszer. Nem elég negyed évente, és nem elég karácsonykor teremteni a kapcsolatot, és utána egy év szünet, és csak úgy megy az élet, hanem minden nap teremted. Ha kihagyod az egyik napot, ha kihagyod a második napot és a harmadik napot, ez a kapcsolat elkezd, pontosan úgy, mint ami lufink az előbb, elkezd leengedni. No most, ha a lufid leenged, milyen, egy idő után milyen érzésed lesz? Lehet, hogy egy másik lufit fogsz észrevenni, sokkal inkább észre fogsz venni? Elképzelhető? Hogy lesz olyan, ami vonzóbb lesz számodra? Képzeld el, hogy hazamész, vagy benne élsz egy olyan kapcsolatban, vagy egy olyan barátságot tartasz fenn, ami igazából nem barátság, és nem szól rólad, lehet, hogy a másikról se, de rólad biztosan nem szól. Még egy, ha nem teremted, vajon minden nap megerősíted a szándékodat, hogy fenn akarod tartani? Nem. Az a kapcsolat, amiért nem teszünk minden nap, azt nem akarjuk fenntartani. Csak a wellness hétvége idejére. Igen? És ha csak a nőt tesz a kapcsolatért? Igen. Ugyanezt a másik oldalról is megkérdeztetnénk, hogy mi van, ha csak az egyik fél tesz a kapcsolatért. Valószínűleg idő után ki fog fáradni, vagy ki fog égni. És egy idő után mennyi motivációja lesz benne? Nagyszerű. A teremtett, létrehozott kapcsolatok csak kölcsönösen tarthatók fenn hosszú távon, mert az természetszerűleg egy idő után a másiknak, vagy az egyik félnek a kifáradásával, vagy a kapcsolatul elfordulásával fog járni. Na most, még egy érdekesség. Tehát a kapcsolatodat te teremted, de ehhez tudnod kell, hogy kapcsolatban élsz-e egyáltalán, illetve hogy is vannak a kapcsolatok a te életedben? Remélhetőleg ezt le tudjuk szedni. Nem annyira kívánja elengedni a táblát. A párkapcsolatok, mondjuk így, hogy három nagy csoportba sorolhatók, és nem biztos, hogy tudod, hogy melyikben élsz. Vannak szerelmi kapcsolatok, illetve maga a szerelem. Aztán van az úgynevezett, én ezt inkább csak így mondanám, hogy kapcsolat. És van a szerelem és kapcsolat, vagy a szerelmen alapuló kapcsolat, párkapcsolat. Mindjárt meg tudod határozni, hogy te melyikben élsz. Ugye a szerelemhez mi szükséges? Észre kell vedd a másikat. Így van? Ez vagy te, ez meg ő, vagy én és te, és hát meglátjuk egymást, egymásba szerettünk az affinitásunk kapcsán, kapcsolatba léptünk, ez még eddig nem szerelem, csak kapcsolódás, kapcsolat, viszont ha szerelemről beszélünk, akkor itt egy érdekes dolog fog történni, bezárul egy kör, és igazából ez egy picivel nagyobb kör lesz, létrehoz egy közös teret. Ez a szerelem. Tehát nem úgy indul, hogy rögtön szereted, csak kapcsolódsz, viszont a kölcsönös pozitív visszajelzésekből bezárul a kapcsolat köre,
És nem csak egyoldalú kommunikáció lesz rajta, hanem kölcsönös és pozitív kommunikáció. Őket ez a, mondjuk így, érzelmek fogják összetartani. És ha te ilyenben vagy, akkor téged ez tart össze. Mi van a párkapcsolatokban, a csak kapcsolatokban? Először is kik tartoznak ide? Akik már ilyen 1000 éve élnek együtt. Vagy nem 1000 éve, de úgy igazából leginkább mi tartja őket össze? Pillanat. Szóval akkor lesz itt megint egy én, lesz itt megint egy te, és itt is van kapcsolati szándék és kapcsolódási szándék, de mi lesz, ami igazából mozgatja ezt az egészet? Közös szükségletek. Olyan házasságok, amelyek nem működnek úgy Isten igazából, de ne adjuk el a házat. Vagy közösen könnyebb az albéletet fizetni. Vagy nem tudom, könnyebb gazdálkodni. Úgy igazából inkább logikus vagy racionális indokok vannak. Némi affinitás ott van mögöttük. De inkább logikus vagy racionális érvek kötik őket össze, közös szükségletek, tehát olyan házastársak is például, akik azért nem válnak el, mert kitalálják, hogy ez így jobb a gyerekeknek, ez így jobb az egész családnak, kevesebb pénz megy veszendőbe, és fenntartanak egy nem működő kapcsolatot, amiben együtt gazdálkodnak. Ez egy ilyen GMK, vagy nem is tudom, gazdasági munkaközösség. Leginkább gazdasági munkaközösség. Mi a probléma ezekkel egy idő után, ezzel az ilyen típusú kapcsolattal? Mekkora lesz az affinitás egymás iránt? Sok? Tombolni fog. Tombolni fog benne az affinitás. Nem. Valószínű egy idő után neki is lesz valaki, akivel valami ilyet megél. Neki is lesz egy ilyen, akivel, amivel, vagy akivel ezt az élményt megéli, és aztán hazamegy közösen gazdálkodni. Jó? Ezek a döntés nélküli kapcsolatok. Ezek a döntés nélküli kapcsolatok se eleje, se vége, sehová nem vezet, nem növekszik. Onnan lehet tudni, hogy erről a kapcsolatról van szó, hogy nem növekszik, nem fejlődik. Sem egyik fél nem fejlődik benne, sem a másik fél nem fejlődik, sem közösen nem növelnek semmi egyebet, azon kívül, hogy egy térben laknak. Nem merik egymást elengedni. Létfenntartó szükségletek. Jó. Próbáld elképzelni, hogy te melyikbe vagy, ebbe vagy-e, vagy ebbe vagy szerinted. Na most, hogy működnek a szerelmen alapuló párkapcsolatok? Hogy működnek a szerelmen alapuló párkapcsolatok? Ugyanolyan fontos, mint két félelem, hogy fújják a lufit. Ők akarnak azon kívül, hogy a mindennapi rutin összeköti őket, olyan nagyon akarnak közösen együtt eltölteni időt? Kik? Igen volt, vagy nem? Nem. A sima kapcsolat, a csak kapcsolat. Ők akarnak közösen eltölteni időt, vagy fizessük be a sárga csekket, látogassuk meg a te anyádékat, most meg az enyémeket, hogy mindenki megnyugodjon, és egyébként pedig élünk. Ennyi. Akarnak együtt közösen beszélgetni? Nem. Szerveznek egyébként nagy közös programokat? Nem. Igazából nincs affinitás. Nincs affinitás. Élettelen kapcsolatok, csak ennyi. Jó, a szerelmen alapuló kapcsolatok abban különböznek ettől, hogy az a szándék megjelenik bennük, hogy pozitíve akarok kommunikálni, és azért képesek létrehozni egy olyan teret, amiben a szándék is megvan arra, hogy fenn akarják tartani. Ebben nagyjából a létfenntartást akarják megtartani, és néha a létfenntartásban felnőttek vagyunk, néha a létfenntartásban a szexuális szükségletek is benne vannak. Jó? Elvált házastársak, egyiknek sem sikerül a kapcsolata jól valaki mással, meg a másiknak sem sikerül a kapcsolata jól valaki mással, és egy lakásban ragadnak. Hát ilyen is előfordul. És elképzelhető, hogy maga a szexuális affinitás fennmaradt közöttük, de attól ez még kapcsolat, olyan igazi kapcsolat? Nem az lesz, csak szükségleteken alapul. A szerelmen alapuló és valódi párkapcsolat
mert van egy szándék, hogy fenn akarnak tartani egy közös teret. Hogyha fenn akarják tartani ezt a közös teret, akkor valószínűleg ehhez a közös térhez azok a tényezők is hozzá fognak járulni, ami által fenn lehet tartani egy közös teret. Mit is mondtunk az elején, mi kell hozzá? Pozitív kommunikáció. És még a szándékot hogyan tudjuk kifejezni, hogy együtt akarunk maradni a másikkal? Érzelmekkel tudjuk kifejezni, hogy együtt akarunk lenni a másikkal. És tettekkel is ki tudjuk fejezni, hogy együtt akarunk lenni a másikkal. Nagyon jó. Akkor most nézzük meg, hogy ha megvan ez a közös tér, hogy lehet elszúrni. Jó? Tehát hogy lehet elszúrni? Az első az, hogyha nem tudom, hogy kapcsolatban élek. Bárki, aki nem tudja, hogy kapcsolatban él, az a nem tudás állapotában van. Ha a nem tudás állapotában van, úgy fog viselkedni, mint akinek a kapcsolat fontos? Ha nem? Ötletszerűen fog viselkedni. Aki a nem tudás állapotában van, nem tudja, hogy kapcsolatban él, az nem tudja, hogy mi maga a kapcsolat, és ötletszerű lesz a viselkedés. Mi fogja irányítani a viselkedését? A hangulatai, a pillanatnyi hangulatai, vagy egyéb külső tényezők. Mivel lehet még megcsákjázni ezt a szép közös teret? Mivel lehet még megcsákjázni? Én ezt másként úgy tudnám leírni, hogy a másik hibapont, ami becsúszhat, az az úgynevezett gondatlanság. Aki nem tudja, hogy kapcsolatban él, az általában gondatlan. A gondatlan szóban benne van a gondozás hiánya. A gondatlanság mindig negatív kommunikációval fog járni. Ez azt jelenti, hogy nem beszél, nem oszt meg, és egy csomó mindent nem csinál. És igazából ide oda is lehetne írni még azt, hogy negatív érzelmek. Vagy semleges érzelmek fogják uralni ebben az esetben. Mivel lehet még megcsákjázni ezt a szép közös teret? Létrehoztuk. Konfliktus az negatív kommunikáció. Na, amikor valaki a nem tudás állapotában van, mennyire gondozza? Tudja, hogy van valami, amit gondoznia kell? Nem tudja, hogy van valami, amit gondozni. Mennyi pozitív tettet fog végrehajtani ezért? Nagyjából nullát. És mi fog történni akkor, hogyha egy-két hiba becsúszik ebbe a gondatlansága miatt, egy-két hiba becsúszik a kapcsolat ápolásában? Teszi? Nem teszi. Jóvá tétel hiánya. Ha valaki nem tudja, hogy kapcsolatban van, nem gondozza, nem kommunikál, nem visz bele érzelmeket, csak ötletszerűen, ahogy éppen diktálja a pillanatnyi hangulata, mert nem tudja, hogy felelős az egészért, mindjárt ide be fog kerülni valami más, az valószínű azt sem tudja, hogy mikor kellene hibákat kijavítani. Hiszen nincs tudatában annak, hogy mikor követett el hibát. Nagyon-nagyon tiszta és nagyon szép összefüggések. Mi fog hiányozni? Az építő tettek. Építeni fogja a kapcsolatot? Azt se tudja, hogy benne van. Aki nem tudja, hogy egy kapcsolatot naponta teremteni kell, mit fog érte naponta tenni? Mit szeretne helyette csinálni? Hát hazamenni, hanyatt esni, pihenni, vagy nem pihenni, de alapvetően inkább valószínű meríteni szeretne belőle.
Van ilyen tapasztalatunk, hogy a kapcsolatok 90%-a, vagy igen nagy százaléka leginkább azt hiszi, hogy az otthonlét, vagy a találkozása kedvessel az egyszerűen annyit jelent, hogy én feltöltődöm. És milyen bosszús, amikor nem sikerül feltöltődni. Miért is? Mert éppen figyelni kéne a másiknakra, vagy segíteni kellene a másiknak, vagy bármit tenni kellene, magyarul gondozni kellene a kapcsolatot. És nézzük meg, hogy ha ennyi minden hiba bele tud csúszni egy kapcsolatba, ennek a közös térnek a fenntartásába, akkor ezt akár is szépen le is háromszögezhetjük. Jó, tehát ha bármi a kapcsolatot fenntartó dolgok közül a negatív oldalával jelenik meg, akkor ez mit fog jelenteni egy a kapcsolat szempontjából? Mekkora lesz a, mi ez? Közös tér. Mekkora lesz a közös tér? Ha a háromszögnek bármely pontján a negatív tényezők jelennek meg. Zsugorodni fog az egész, össze fog menni úgy, ahogy van, egyre kisebb lesz a közös tér. Az időben is egyre kisebb lesz az a mennyiség, ameddig együtt lesznek, ameddig jó érzéssel együtt lesznek. Tehát ezt a közös teret, ha ezekkel a negatív dolgokkal megbombázunk, elkezdik összehúzni. Egyre kisebb lesz, és végül már nagyon kicsit szeretnénk csak együtt lenni, mindenki valahol máshol szeretne lenni. Fordítsuk azért ezt át, jó? Ezeket a negatív dolgokat. Például mi van akkor, ha én tudom? Mi van, ha tudom, hogy van kapcsolatom? Úgy kelek, úgy cselekszem napközben felelősen, és úgy folytatom a napot a nap végén, hogy tudom, hogy van egy kapcsolatom, amit mit szeretnék vele tenni? Fenn akarom tartani. Csak és kizárólag a jó érdekeken alapuló kapcsolatokat akarjuk fenntartani. Ez munkakapcsolatokra is igaz, és a szerelmi kapcsolatainkra is igaz. Mi a legjobb érdekünk egy szerelmi kapcsolatnál? Mit szeretnénk elsősorban? Szeretetet, kedvességet, valamit, amitől a lelkünknek kölcsönösen jó. Ha a tudás állapotában vagyok, tudom, hogy ő a kapcsolatom. Akarok majd ezért a kapcsolatért tenni, ha tudom, hogy felelős vagyok érte, hogy meddig marad fönn? Valószínűleg akarok érte tenni, de csak akkor, ha már tudom, hogy ez egy kapcsolat. Fordítsuk át ezt. Gondatlanság. Negatív kommunikáció, negatív érzelmek. Fordítsuk át ezt. Gondoskodás. Minek alapján tudunk a másikról gondoskodni? Elég információnk van róla. Úgy van. Információnk van róla, először is őt látjuk, nem azt, amit gondolunk róla, hanem őt látjuk. Ismerjük, ez pedig mit feltételez, hogy ismerjük, mi kell ahhoz, hogyan kell vele kommunikálnunk. Érdeklődő magatartás általában az jó, jót tesz a dolognak. Mondjuk így, hogy biztos, hogy jót fog tenni a dolognak. Jó, tehát akkor mondjuk azt, hogy ezt úgy lehet átfordítani, hogy pozitív kommunikáció és pozitív érzelmek közlése, és a gondolatok megosztása. Gondolatok megosztása. Ha megosztom a gondolataimat a másikkal, akkor szeretek vele beszélgetni, és feltételezem, hogy ő is szeret velem beszélgetni, és ehhez, ezt nyugodtan ide lehet írni, hogy érdeklődő magatartás. Rendben. Fordítsuk át ezt, jóvátétel hiánya, és mindjárt megnézzük, hogy ha nem tudjuk egyiket, másikat, az a következmények oldaláról mit is jelent. Jóvátétel hiányát a legegyszerűbb lesz megváltoztatnunk, mert azt mondjuk, hogy hűha, tegnap valamit nem csináltam meg ezekből, vagy valamit elfelejtettem, vagy nem vettem észre, hogy figyelmetlen voltam, akkor ez csak annyi, hogy hát a másik hunyjon felett a szemet, vagy törekednem kellene valamire. Kijavítani. Így van. Ez nagyon egyszerűen jóvátétel. És ebben az esetben az építő tettek hiánya helyett marad az építő tettek. Mikor nem akarunk valamit kijavítani?
arról van szó. Mindjárt ki fogunk odajuk adni, amikor nem érdekel. Elég sokszor előfordul, hogy nem érdekel a kapcsolatunk, hogyha valami baj van azzal a kapcsolattal, előfordul. Hogy már valami más fontosabb, mint a kapcsolat. Lehet, hogy a te részedről nem, de mondjuk a másiknál már azt tapasztalod, hogy valami sokkal fontosabb, mint a kapcsolat. Ez így van, de hogy javítsuk akkor ki? No, de először maradjunk abban, hogy nézzük meg, tudásállapotában vagyunk, megosztjuk a gondolatokat, jóvá tesszük, ha mulasztottunk, és növeljük a kapcsolatot. Építő tetteket viszünk bele. Ebben az esetben mi lesz ezzel az egésszel? Mi fog történni? Ezek a pillérek tartják fenn ezt a közös teret. Nő a közös tér, és megjelenik benne a közös realitás. Itt következményként jelenik meg ebben az esetben a létfenntartó szükségleteknek a közös gondozása is. Itt már nem a létfenntartó szükségletek lesznek azok az alapok, mint a csak kapcsolat, élettársi kapcsolat, döntés nélküli kapcsolat, amelyek úgy, hát úgy futnak, mert se megszakítani nem tudják őket, se dönteni amellett, hogy változtatnak ezen, vagy véglegesítik a kapcsolatot. Ott, abban az esetben általában azok a dolgok tartják őket össze, azok a közös szükségletek, amelyeket nehéz lenne külön megoldani. És ebben az esetben pedig, hogyha egy kapcsolatot a megfelelő tartó pillérek tartanak, és szerelem is meg, és a szándék is ott van hozzá, hogy fenntartsák, akkor következmény lesz az, hogy kialakulnak a közös szükségletek, de nem ok lesz a kapcsolat fenntartására a közös szükségletek, hanem kialakul az is, hogy ezért cserébe közösen tudunk szükségleteket gondozni, vagy közösen tudunk a szükségleteknek megfelelni, illetve azokról azokért időben cselekedni. Ha tudjuk, ha gondozzuk, ha mulasztást jóvá tesszük, és ha növeljük. Mindezekre elengedhetetlen szükségünk van ahhoz, hogy ez a kapcsolat fennmaradjon. Ha bármelyiket ebből kivesszük, csak egyet vegyünk ki, akkor fussunk egy kört, hogy mi történik. Mi van, ha nem tudom, hogy kapcsolatban élek? Mi van, ha nem tudom, hogy kapcsolatban élek? Meddig marad fenn egy kapcsolat igazán tartósan? Akkor, hogyha tudjuk, hogy mi esik jól nekem, mi esik jól a másiknak, a közös szempontjából mi az, ami etikus, vagy akkor, hogyha úgy élek, ahogy én szeretném, vagy úgy élsz, ahogy te szeretnéd, illetve úgy élünk, ahogy te szeretnéd. Egyik se lesz jó, bizony egyik se lesz jó. Még egy, hogyha én addig egyedül éltem, és holnap után beleszerettem valakibe, és rögtön mindjárt össze is költöztem vele, vagy valami hasonló, tehát létrehoztam vele a magam közös terét, vagy egyelőre még csak elkezdtem vele járni, de igazából így a fejemben valahol ez még nem tiszta, hogy most őt választottam, akkor ha ezt én nem tudom, akkor mit fogok gondolni az életem folytatásáról, hogy pontosan ugyanígy fogok kapcsolattal élni, mint amikor még nem volt kapcsolatom? Ugyanúgy élünk? Még egyszer. Tehát, hogyha te élsz egyedül, majd élsz egy társal, az ugyanaz az élet, csak most már többen vagytok? Nem. Nem ugyanaz az élet. És a nem tudás, ha fejben nem tudod, akkor hajlamos leszel azt hinni, hogy ugyanazt az életet éled, de már nem egyedül. Most már többen vagytok, de szingli életűen. Jó, és ez mivel fog együtt járni? Hogyha ha neked vannak különleges szokásaid, baráti köreid, de valami rád jellemző módon úgy tartod a kapcsolatot, hogy ez eddig belefért az életedbe, mert a 7 napjából 4-ben valamilyen buliba, partiba, klubba, vagy nem tudom hova jártál, vagy csak sörözni jártál. Ha lesz kapcsolatod, ugyanezt fogod csinálni? Ugyanezt fogod csinálni? Vagy hogyha te a barátnőddel tracsoltál minden este másfél órát telefonon, és lesz egy kapcsolatod, akkor továbbra is a barátnőddel fogsz minden este másfél órát tracsolni? Telefonon? Miért nem? Fontosabb lesz a kapcsolat.
Hát ha fontos, ha tudod, hogy van kapcsolatod. De hol szoktak az első viták és az első összezördülések történni? Hol szoktak? Amikor nem tudjuk, hogy kapcsolatban vagyunk, és amikor pontosan ugyanazt az életet akarjuk folytatni, amit annak előtte éltünk. Az, hogy kapcsolatba kerültél valakivel, amit te fenn akarsz tartani, az azt jelenti, hogy megváltozik az életed. Ez nagyon konkrétan azt jelenti, ehelyett pedig mindenki azt szeretné, hogy az élete ne változzon meg, csak úgy kiegészüljön most már egy kapcsolattal is. És nagyjából az első ilyen helyzet, amikor már nem tudod azt csinálni, amit addig mindig megszoktál és mindig megcselekedtél, amiben ebben akadályoz téged a kapcsolat, vagy amennyiben akadályoz téged a kapcsolat, és te nem tudatosan döntöttél róla, hogy neked már pedig most van egy kapcsolatod, van egy szerelmed, vagy van egy élettársad, vagy egy házastársad, vagy valakid, bizony rá fogsz haragudni. Rá fogsz haragudni. Miért? Mert nem mész a haverokkal, mert unni fogja a másik, és lehet, hogy feltűnő jelzéseket ad, hogy ugyan tedd már le a telefont. Te pedig mit fogsz érezni, hogy a szabadságodban korlátoz a másik. Mindez miért van? Azért van, mert a nem tudás állapotában éljük le a kapcsolatainkat. Nem tudjuk, hogy azt jelenti, hogy meg fogjuk változtatni az életünket, meg fogjuk változtatni a szokásainkat, le fogjuk, ez egy ilyen nem pontos kifejezés, de le fogjuk válogatni a cselekedeteink és a szokásaink sorát, teljes egészében le fogjuk válogatni, hogy azok maradjanak, amelyek beleférnek a kapcsolatba. Ha ezt nem akarod tudni, akkor be akarod erőszakolni a kapcsolatba a régi szokásaidat, legyenek azok családiak, barátiak, szórakozással kapcsolatosak, bármilyen életvitellel kapcsolatosak, be akarod majd továbbra is erőltetni őket. És bizony konfliktus és súrlódás lesz a vége. Igazából ezért nagyon fontos, hogy kérdezd meg magadtól, ha kapcsolatban élsz most, hogy tudsz-e róla, hogy abban élsz. Mert ha abban élsz, akkor egy érdekes dolog ki fog alakulni. Minden kapcsolatnak, amennyiben egészséges, lesz egy íratlan etikai kódexe. És ez az íratlan etikai kódex fogja meghatározni azt, hogy mit tehetsz jó érzéssel, anélkül, hogy megsértenéd a kapcsolatodat, vagy anélkül, hogy nem építenéd a kapcsolatodat, és mit nem tehetsz. És bizony lesz olyan, amit nem tehetsz. Máshogy fogsz élni. És ilyenkor mindenki azt szokta gondolni, hogy ez veszteséggel jár, hogy máshogy fogok élni, akkor ezt se csinálom, azt se csinálom, ebben is változtatok, abban is változtatok, és valójában nem veszteséggel fogsz élni, csak másként és vélhetően sokkal jobban. Vélhetően sokkal jobban. Általában véve a szingli élet azért tarkított bizonyos szokásokkal, mert nem tudod mással kitölteni az idődet. És a szingli élet szokásait továbbvinni, a másfél órás telefonbeszélgetéseket a barátnővel, vagy a butikokban lógást egész délután a helyett, hogy az otthon tápolná valaki, vagy valami más egyéb, vagy édesanyám napi 4 órát igényel, 4 órát igényel, 5 gondoznom kell és ápolnom kell, és este 9-kor már aznap 5-5-ször hív fel, és velem mindig beszélgetnem kell. Nem biztos, hogy ezt a partnered szívesen fogja venni. Tehát mindezeket a dolgokat, amiket a kapcsolat előtt csináltál, amikor már van kapcsolatod, hát igen nagy részben nem fogod tovább tudni csinálni. Ez a felelőssége a kapcsolatnak. Annak a tudásnak, hogy benne élek. És ez alapján születik meg valami közös. Amíg nincs kimondva, hogy ez egy kapcsolat, és főleg te nem tudod, vagy nem tudja a másik, vagy ti ketten együtt nem tudjátok, léptennyomon meg fogjátok sérteni és bántani egymást, holott ez kihagyható, azzal, ha tudatosítod a választásod. Tudatosítod a választásod, és ha lehet, segíted a másiknak is, hogy vegye észre, hogy ez egy kapcsolat, máshogy kell az életét folytatnia. De neked is észre kell venni, hogy ez egy kapcsolat. Más kell tegyél minden nap. Mert mikor fog fennmaradni? Csak így. Ez volt a nem tudás. Nézzük meg a gondolatok, vagy a gondatlanság. Minden rendben van, te tudod, de valahogy mégis ez itt így hiányzik. Nem osztod meg a gondolataidat, nem kommunikálsz.
úgy gondolod, hogy nem kell mindent a másik órára kötni. Lehet, hogy azért nem kell a másik órára kötni, mert biztos úgyis annyi stressze van, még a te dolgaiddal is minek terhet fölöslegesen, tehát visszatartasz magyarul információt, és nagyon kicsi dolgokra gondoljál. Nem mondod meg, hogy délután a barátaiddal voltál, és nem az édesanyádnál, vagy nem a munkahelyeden, és a másik pedig lehet meg fogja kérdezni tőled, hogy hú, de biztos fáradt vagy, mit csináltatok, mi volt a munkahelyeden, és a te fejedben így át fog futni egy pillanatra egy ilyen gondolat, nem nagy, csak egy ilyen, így átsuhan, hogy most ezt minek menjek bele, olyan bonyolult lenne végigmagyarázni, hogy ma nem is kellett bemenni, nem is azt csináltuk, máshol voltunk, barátnőkkel vagy barátokkal töltöttem a délutánt, és nem is fáradtam el, mert nem dolgoztam, minek hoztam ezt meg? Hol jársz abban a pillanatban? Hol jársz abban a pillanatban? A kapcsolattal vagy? Nem. A ti kettőtök közösségével vagy abban a pillanatban? Nem. Kikerültél, és pillanatnyilag egy másik közösséget építesz. Minden egyes alkalommal, amikor gondolkodunk azon, hogy ezt elmondom, ezt nem mondom, ezt csak úgy megcsinálom, nem beszélem meg, visszatartok információt, akkor igazából kiléptél a kapcsolatból, csak látszólag vagy benne. Szokták ezt tudni emberek, akik kapcsolatban élnek? Hogy ilyenkor csak már is vétenek a kapcsolatnak az íratlan etikai kódexe ellen? Tudjuk ezt? Nem, nem szokta senki elmondani, hogy ilyenkor nem vagy a közösségben, nem építed, hanem egy másik közösséget építesz, látszólag vagy ott. Ha ezt megcsináltad egyszer, csak egyszer fogod? A trükk az itt jön, és mindjárt át fogunk ide térni a másik, a háromszög másik pillérére, hogyha egyszer becsúszik egy ilyen, hogy hát ezt minek mondjam, mert csak bonyolítaná a helyzetet, vélhetően elő fog fordulni, nem is olyan sokára, hogy na meg még egyszer megismételted, és aztán egy idő után azt veszed észre, hogy így rászoksz. Hát ezek nem egy olyan jelentőségteljes dolgok, rá lehet szokni. Lehet, hogy nem te csinálod, lehet, hogy a partnered csinálja. Ha a partnered csinálja, az neked valahogy zavaró? Lehet ezt tartósan úgy csinálni, hogy nem lesz, de valahogy ez nem megy át a kapcsolatba? Igen. Lehet meddig? Hány évig? Úgy van. Ahol élethosszig lehet ezt csinálni, ott ez hallgatólagos beleegyezéssel történik. Valójában van olyan, hogy a másik ezt következetesen nem érzi? Nincs olyan. Tehát figyelem, bármikor, amikor elhallgatunk valamit, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel csak felzavarnánk a vizet, igazából nem bízunk abban, hogy képesek vagyunk a másikkal megbeszélni, megvitatni, vagy abból valamilyen pozitív dolgot kikerekíteni, és ezért, hát idézőjelben kicsit őszintétlenek vagyunk, füllentünk. A ki nem mondás, az ugyanúgy füllentés, az pontosan ugyanúgy füllentés, és ha ez megismétlődik egyszer, akkor még valószínű nagyon sokszor fog. A kommunikáció milyen lett attól a pillanattól kezdve? Hogy milyen érzés, amikor lelkiismeret furdalásod van, mert azt, hogy jobb lett volna kimondani. Szeretünk titkokat tartani egyébként? Nem. Mi érez, figyelj az érzésedre, szeretünk titkokat tartani? Nem azt mondtam, hogy vannak-e titkaink? Vannak. De szeretjük őket? Vagy csak kényszerből csináljuk? Mi az első, ha titkod van? Úgy valakire az egészet úgy csak ne tudja meg az, akinek nem kéne megtudni, de valakinek úgy továbbadnád és úgy letennéd. Milyen, amikor titkod van? Milyen érzés itt? Feszültséget okoz. Feszültséget, kellemetlen érzést okoz. És ezt nem annyira szeretjük. Mégis tesszük, mert sokkal jobban félünk. Jó? De ha egy kapcsolatban félünk az őszintességtől, akkor az a kapcsolat éppen egyenes úton merre halad? Afelé, hogy teremtjük abban a pillanatban, amikor félünk? Teremtjük? Abban a pillanatban pont megerősítettük a szándékunkat, hogy legyen ez a kapcsolat holnap is, meg holnap után is, meg azután is? Nem. Abban a pillanatban a látszólagosságokat erősítjük csak meg. Tehát a kommunikációnk negatív, és az érzelmeink sem lesznek szeretetteljesek. Van úgy, hogy megijedünk, így hirtelen? Ugye váratlanból előkerül a másik, vagy a gyerek, vagy a valaki. Van? Előfordul? Olyan, hol vannak a gondolataink egyébként? Nagyon el.
valahol el, valahol nagyon máshol. Benne vagyunk olyankor abban a közös térben, amit éppen másokkal együtt alkotunk? Nem. Ha olyan információk keringenek olyankor a gondolatainkban, a fejünkben vagy a lelkünkben, amit nem annyira akarunk megosztani valaki mással, akkor ilyenkor az összerezzenésünk ennek mértékében nagyon nagy lesz. Hogyha váratlanul előkerül egy másik, akire ebben a pillanatban nem számoltunk. Mennyi érdeklődés, amikor éppen eltitkolsz valamit, mekkora érdeklődésed van a másik iránt? Hú, de sok, ugye? Tombolunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy addig, amíg mi nem mondjuk el, hogy mit csináltunk, hol voltunk, és stb. Addig, drágám, te mit is csináltál, hol voltál, és stb. Ugyanennyire kíváncsiak vagyunk olyankor? Nagyjából semennyire. Ha megvan a napi kis titok, mennyi lesz a napi érdeklődés, amit kifejezünk egymás iránt? Hát elég kevés. Nagyon-nagyon kevés. Abban a pillanatban, ahogy eltűnik az érdeklődés, és eltűnik a kommunikáció, az a kapcsolat elkezd haldokolni. De ezt elég sokáig tudja csinálni. Nagyon sokáig tudja csinálni. No, mondjuk nem titkolsz el, mindent megosztasz, stb. De a héten 10-szer felejtetted el azt, amire megkértek, hogy hozz el a mamának virágot. Vagy vidd el a kutyát az állatorvoshoz. És lehet, hogy a kutyának emiatt már duplán betegsége lett, vagy valami más egyéb következménnyel járt. Te őszintén elmondod, hogy fú, hát elfelejtettem, de hát nem direkt, hanem egyszerűen elfelejtettem. Tudod te jól, hogy kapcsolatban vagy, és szeretnéd, de valahogy mindig sikerül mulasztani. Az melyik lesz? Az az építő tettekhez fog tartozni? Vagy másrészt ezt még úgy lehetne, ha negatív lenne itt a kifejezésünk, akkor még azt írhatnánk oda, hogy mulasztás. Tehát lehet, hogy te nagyon őszinte vagy, megosztod a gondolataidat, te folyamatosan mulasztasz. Mi van akkor, amikor mulasztasz, és ezt nem korrigálod? Mit kérsz a másiktól? Mit kérsz olyankor a másiktól? Azt, hogy újra, meg újra, meg újra? Elnéző legyen. Úgy van. Benne van a szóban elnéző. Miről nézzen el? Az én hibámról nézzen el, a másik nézzen innen el. De miért is? De miért nézzen el? És ha ő elnéz, ki fogja megcsinálni? Majd azt, amit én nem csináltam meg, mert én voltam vele megbízva, ő. Tehát mit kérek én, amikor folyamatosan mulasztok, és nem teszem ezt jóvá? Mit kérek a másiktól? Azt, hogy vegye a vállára mindazon dolgokat, és cselekedje meg, plusz folyamatosan bocsásson meg. Na most a megbocsátással kapcsolatosan, ez egy nagyon fontos intézmény, kapcsolat anélkül nem tud létezni. De ha csak megbocsátásra épül egy kapcsolat, és abban nincsen benne a jóvátétel, hogyha valamit mulasztottam, vagy nem csináltam meg, és azt nem korrigálom, mert nekem úgyis meg fognak bocsátani, akkor egy idő után mi lesz ezzel a kapcsolattal? Egyoldalú lesz ez a kapcsolat, és előbb-utóbb mindent a másikra hagysz. Ez egyenes út a hanyagsághoz. Az építő tettek a hiánya a következő miatt jelenik meg. Ez egy nagyon érdekes dolog. Gondold végig, hogy mondjuk 3 dolgot megkértek tőled. Vidd el a kutyát, nem a tisztítóba. Vidd el a kutyát az állatorvoshoz, mert most van a védőoltás, és különben meg hozd ki a kabátot a tisztítóból, és a mamának hozd azt a bizonyos virágot, mert van a névnapja, vagy a születésnapja. És igaz, hogy ezt a múlt héten mondták, hogy erre a hétre majd ezt mind tudod, majd hétfőn meg kedden, majd szerdán, és elfelejted. Hú, kellene a kabát, már föl kellene venni a tisztítóból kihozott kabátot. A kutya, nem is mondtam meg, hogy nem kapta meg a védőoltást, majd a jövő héten elviszem. Jaj, az a virág. Nem baj, majd inkább elküldöm a gyereket, vagy majd megoldom valahogy máshogy. Tehát elkezded mondjuk halmozni ezeket a végre nem hajtott cselekedeteket. Majd a végén az egész kipukkan, és kiderül, hogy ez van. A másik mérges rád. Így van, vélhetően mérges lesz rád. Lehet, hogy egy kicsit te is mérges leszel magadra. Hogy lehet ezt a mérgességet feloldani? Hogy lehet ezt a mérgességet feloldani?
azzal visszaadni lehet, viszont mérgességgel. Van úgy, hogy egy idő után azon kapod magad, hogy mérges vagy, hogy mi a fenéért kérnek téged meg ennyi mindenre? Ezt miért neked kell csinálni? Miért nem csinálja meg a másik? Van az úgy, hogy viszont mérgesek leszünk, ha ránk mérgesek, pedig mi mulasztottunk? Simán. Simán. A legegyszerűbb dolog haraggal lereagálni a saját mulasztásunk, és ez óriási trükk, mert ugye szokták mondani, ezt van egy ilyen kifejezés, hogy a legjobb védekezés a támadás. Amikor haragosak leszünk, haragot generálunk magunkban, akkor többnyire lehet arra gondolni, hogy valószínű, hogy most éppen védekezek valami ellen. És ez többnyire akkor van, ha valakivel szemben már egyszer, többször, sokszor mulasztottál. A következő dolog indul el. Ha te mulasztasz, ugyanakkor megpróbálod eltitkolni. Kicsi dolog, majd valahogy elintézzük. Majd nem is kell, hogy megtudja, majd megoldjuk. Amikor felmerül benned, hogy el kellett volna mondani, hogy inkább a barátokkal voltál, és nem a tisztítóban jártál, és nem hoztad ki a kabátot, és azt aztán valaki mással hozattad ki, nagy titok, nem te csináltad meg, de titkoltad a másik elől, és nem csak, hogy nem mondtad el, hanem nem te korrigáltad ezt a hibát. Akkor mit fogsz gondolni erről a hibáról, hogy ez nagy hiba vagy kis hiba? Mit fogsz gondolni? Azt fogod gondolni, hogy kicsi. Miért? Jaj, nagyon jó. Meg mit fogsz gondolni még? Mert nem is hiba, mert végül is valahogy megoldottam ezt a feladatot. Így van. És mi van, ha ez a következő héten is megismétlődik? Van valami más. Van valami más. Van az úgy, hogy elkönyveljük, hogy a mulasztásaink nem is a nagy mulasztások? Van. Mi történik, amikor bekönyveljük a mulasztásunkat kicsinek? Mindig kicsi. Nem azért, mert óriási dolgokat kellene tennünk, hanem bekönyveljük, hogy ez nem is olyan nagy dolog. Mit csináltunk a problémával és a helyzettel? Elfelejtettük, amivel megbíztak bennünket. Nem járt a másik a fejünkben a megfelelő pillanatban, valaki más, vagy valami más járt a megfelelő pillanatban a fejünkben. Leértékeljük annak a dolognak a fontosságát. De itt egy hármas leértékelés történik. Ajtót, ha lehet, nyissuk ki, mert mindenki számára kellemesebb lesz. Leértékeljük ennek a dolognak a fontosságát, és nem csak ezt értékeljük le, hanem leértékeljük egy, amit tettünk, és leértékeljük a kicsit a másikat, minek zaklat ilyen dolgokkal, különben és a múlt héten meg ő nem csinálta meg nekem, amire megkértem, nem főzte meg nekem azt a kedvenc ételt, vagy nem oldotta meg, hogy el tudjunk menni a hétvégén pihenni. Ő is szokott ilyet csinálni, és már meg is nyugtattuk magunkat. Így van? Gyorsan meg tudjuk nyugtatni magunkat? Rendben. Ilyenkor fel vagy leértékeljük a másikat? Leértékeljük a másikat. Jó, tehát a problémát, amit okoztunk, leértékeljük, a másikat leértékeljük, és ki a harmadik, vagy mi a harmadik, amit még leértékelünk? Az egész kapcsolatot és azon belül saját magunkat. És ez itt egy nagyon fontos dolog, mert amikor ez a leértékelő spirál elindul, és azt mondjuk, hogy ez a dolog nem is volt olyan nagy dolog, akkor engedélyt adunk magunknak arra, hogy ezt kicsiben nagyban valahogy, vagy az ilyen hiba elkövetést megismételjük. Mit gondolsz magadról, amikor valakivel szemben hibázol? Mennyire vagy oké? Nem vagy oké. Csak megúszod. Ez a leértékelő spirál azt fogja eredményezni, hogy elveszíted végül, ha ezt sokat csinálod, akkor elveszíted a saját belső etikád. És a mai estének, az előadásnak az a címe, hogy az univerzum etikája a párkapcsolatokban. Elveszíted a saját belső etikád, emiatt a leértékelő spirál miatt, mert a másikat is, magadat is, meg az egész helyzetet úgy, ahogy van, leértékeled mindenestől. Ha magadat kevésnek tartod egy idő után, mennyi törekvésed lesz a jóvátételre és az építő cselekedetekre? Mennyi törekvésed lesz? Elárulom, szinte semmi. Szinte semmi. Plusz egy következő dolog történik, és ezek, hogy is mondjam, olyan
behuzalozott mechanizmusok, olyan törvényszerűségek, amelyről hidd el, hogy te sem, én sem, és senki, aki él, nem kivétel. Ez megtörténik velünk mindannyiunkkal, és többnyire nem akarunk tudni róla. Nem akarunk tudni róla. A leértékelésnek az lesz az eredménye, hogy a hibáidat nem kijavítani fogod, hanem igazolni és megismételni. Igazolni és megismételni. A másik fél is a veled szemben elkövetett hibákat, ha így intézi el, akkor ő önmagának ugyanúgy igazolni fogja, és megismételni. Ha ezt teszed, egy idő után milyen érzésed van ideben? Tudod, hogy te mulasztottál? Hú, nagyon jó, lelkiismeret furdalás. Milyen érzés a lelkiismeret furdalás? Szeretjük-e? Nem szeretjük. Az egy olyan, szó szerint olyan furdaló érzés, olyan kellemetlen és furdaló érzés. Ha ezt érezzük, szeretünk ezzel együtt élni, és mindig ránézni arra, aki miatt ezt érezzük? Na most jönnek a trükkök. Szeretünk ránézni arra, aki miatt ezt érezzük? Nem. Vonzódunk hozzá egyre nagyobb affinitással, és egyre több jót akarunk neki adni, és stb. Nem bizony. Mit fogunk csinálni ezzel a kellemetlen érzéssel, amit itt hordunk magunkban? Kitesszük. Hova? A másik nyakába dobjuk. Úgy, ahogy van. A saját lelkiismeret furdalásunk és kellemetlen érzéseink, melyek ezek miatt a lehúzó spirál miatt, mint egy automatizmus beindul, a másik nyakába fogjuk sózni a kellemetlen érzést, és azt érezzük, hogy sokkal jobb, amikor valaki mással beszélgetek, akkor nem érzem ezt az érzést. Nem megyünk olyan korán haza, vagy elkéssük a randit, vagy nem tudom. Tehát úgy ritkább lesz, egyre ritkább, egyre kevésbé sűrűn, vagy egyre találkozunk, vagy egyre hosszabb lesz a minden más dolgunk, amit meg kell oldani, és otthon végül, vagy a kapcsolatban végül egyre kevesebb időt fogunk tölteni. És a trükk mögötte, hogy ez azért van, mert a másikkal szembeni mulasztásról nem tudunk mit kezdeni. Magunkban nem tudunk mit kezdeni. Na most, amikor ezt felhalmozzuk, mert nem egyszer tettük, nem kétszer tettük, nem háromszor tettük, hanem hetek, hónapok, lehet évek óta tart már, akkor egyszer csak azt látjuk, hogy hát van valaki, akinek a lufia fényesebb. Van valaki, aki sokkal jobb a modora, barátságosabb, vonzóbb. Milyen érdekesen el lehet vele beszélgetni, sokkal udvariasabb, vékonyabb a dereka, nem kopasz és nem olyan nagy az orra, és elkezdjük így nézegetni a másikokat, és azt, akivel meg úgy éppen vagyunk, úgy látjuk, hogy kicsit el is hízott vagy. Én nem is tudom, olyan udvariatlan, meg nem is kedves, meg a múlt héten is olyan mogorva volt, és elkezded a hibáit gyűjteni. Így indul a kiszeretés. Így indul a kiszeretés valakiből. Mindig, minden esetben. Abból szeretsz ki, többnyire, akivel szemben nagyon sok hibát elkövettél. Bizony. Teljesen normálisnak tartjuk, hogy az évek előre haladtával egy kapcsolatban az affinitásnak, a szeretetnek, a szerelemnek csökkenni kell. Már annyira ismerem. Ugye? És azt hiszük, hogy ez azért van, mert már úgyis mindent ismerünk róla. Egy manót azért van. Azért van, mert nagyon sok mulasztásunk van vele szemben, amivel nem tettünk semmit. Amit nem javítottunk ki, amit nem hoztunk fel, és amiben mi saját magunkat tudatalatt leértékeljük. Szeretünk olyan helyzetben élni, amiben mi tudatalatt leértékeltek vagyunk? Nem. Miért szeretünk valaki mással lenni és mással beszélgetni egy idő után, ha ez rendre megismétlődik? Hát mert vele még nem követtük el. Tehát az az ember lesz a vonzó, friss és új, ragyogó nap, akivel ezt még nem követtük el. Még nem csináltunk vele szemben gondatlanságot, még nem tagadtuk meg vele igazából az összes kapcsolati szabályt, és ezért tulajdonképpen még nincs kellemetlen érzésünk nekünk magunknak vele kapcsolatban. És ha mi is újak vagyunk neki, akkor neki se velünk kapcsolatban. A munkahelyi flörtök és minden más egyéb kapcsolat, az például pont ilyenek miatt alakul ki, sokkal jobban túlórázni, mint hazamenni. Például. Vagy sokkal jobb a barátom barátjával beszélgetni, mint magával a barátommal. Sokkal jobb. Miért?
mert vele még nem követtem el ezeket a dolgokat, nincs kellemetlen érzésem. Na most, a saját leértékelés érzésed az azt fogja eredményezni, hogy zavartan fogsz működni a kapcsolatban, de van az egészből kiút. Az egészből kiút az az, hogy elkezded jóvá tenni. Elkezded jóvá tenni. Amikor elkezded jóvá tenni, akkor kezded a becsületedet megtalálni. Ha hibázunk valakivel szemben, nem elég azt várni, hogy ő majd megbocsát és elnézi az egészet, hanem nekünk magunknak célszerű jóvá tenni, akkor is, ha nehéz. Megkérdezni konkrétan, hogy mivel tehetem ezt jóvá, és ha ő azt kéri, hogy igen, hát ne haragudj, nem állok veled szóba, de ha kifested a szobát, akkor szó lesz a dologról, akkor lehet, hogy neked egy ilyen alkuba bele kell menni. Lehet, hogy egy ilyen alkuba bele kell menni. Tehát a mulasztásod értékével arányosan meg kell tud beszélni a társaddal, a barátoddal, a valakiddel, a munkatársaddal, mert innentől ez már minden más kapcsolatra is érvényes, hogy mi az, amivel a neki okozott bármilyen kellemetlenséget, kisebb vagy nagyobb kárt, te jóvá tudod tenni. És tudod, milyen érzés, amikor jóvá teszed, amikor megcsinálod? Emelkedik benned az energiáit, már valaki nagyon bólogat, emelkedik a saját energiád, ugyanis nő a belső etikád. Megváltozik a magatartásod, és visszajön a mit? A tartásod, visszajön a lelkesedésed, és ha ezt elég sokszor és sűrűn megteszed, és pláne nem halmozol fel belőle több tonnányit, hanem egy idő után utolérve magadat, mindig amit éppen ki kell javítani, az gyorsan meg is teszed, sőt egy idő után kevés lesz, amit ki kell javítanod, akkor egyszer csak ismét észreveszed, hogy na hát milyen kedves lény ez a másik. De milyen aranyos, és de nem cserélném le senkivel, vonzó, és igazából, fú, hát hogy gondoltam én egy percig is a Gézára vagy a Marira, valószínű 5 percig nem tudnék vele, vagy 5 percnél tovább nem tudnék vele igazából otthon kellemesen időt eltölteni, nem ő az igazi társam, egyszer csak rájössz, hogyha az eredeti affinitásod alapján a vonzásodnak jó partnert vonzottál, hogy ő az, nem kiszeretsz, hanem visszaszeretsz bele. Annak függvényében, hogy amit neki okoztál, magadban, gondolataidban, tetteidben, szavaidban károkat elkezded kijavítani. Enélkül a kijavítás nélkül az erőd sosem fog visszajönni. És soha nem fogod tudni azt érezni, hogy méltó vagy egy igazi jó kapcsolatra. Ez természetesen nagyon mélyen tudat alatt zajlik benned, és amikor jön egy következő vonzás, mert szakítottál, mert lehet, hogy már szakítottál, vagy keresed a másik igazit, a nagyő, akkor egyszer csak azon kapod magad, hogy megint ugyanolyat vonzol. Megint ugyanolyat vonzol. Kivéve, ha feljavítottad. A legfontosabb dolog, hogy juss el oda, hogy tudod, és egy közös etikai kódex szerint működj, ez baráti kapcsolatodra, munkahelyi kapcsolatodra is igaz. Oszd meg, amit meg kell osztanod. Találd ki, hogy, illetve érezzétek meg, vagy beszéltek meg, hogy mik a ti kapcsolatotoknak alapjában véve a kívánalmai, tudd, hogy mivel bántod meg a másikat, vagy mivel nem bántod még meg a másikat. Oszd meg vele, ne alkoss külső közösségeket. És hogyha mulasztottál, azt tedd jóvá. Ezek nélkül minden kapcsolat összerogyik. Minden, de minden kapcsolat összerogyik. No, ide egy gondolat erejéig még visszamennék, egy rövid gondolat erejéig. Kommunikáció, pozitív kommunikáció. Ugye nem beszélsz, mert előfordul, hogy nem beszélsz, mert visszatartod már az információt, mert érzed, hogy nem tudnál jól kijönni belőle. Ezt előbb vagy utóbb a másik érzi. Nem akkor, de úgy alapvetően, úgy valahol azt fog érezni, hogy benne rezeg a levegőben valami, ami nem tiszta, csak nem tudja, hogy mi az. Ő is feszült lesz ettől, és te is. De még valamitől feszült lesz. A következő. Egy kapcsolaton belül kommunikációs szálak vannak. Egy kapcsolat az egy kapcsolatrendszer. Mindig vannak kapcsolódó felek. Egy párkapcsolathoz és egy baráti kapcsolatnak is vannak a kapcsolathoz kapcsolódó felei. És ezért az egész igazából egy szűkebb és egy nagyobb kommunikációs rendszer. Mint ilyennek természeti törvényeknek megfelelően szabályai vannak.
Az első szabály az, hogy a kapcsolati útvonalaid, illetve a kommunikációs útvonalaid szabadok legyenek. Szabadok legyenek. És a két fél között, akik szorosan összetartoznak, vagy akik választották egymást, tiszta legyen a kommunikációs útvonal. Ne csatlakozzanak abba bele mások. Ne vágják el azt mások. Mit jelent ez pontosan? Neked van egy szerelmed, van egy párkapcsolatod, és azon kapod magad, hogy folyamatosan a barátjával ápolja a lelkét. A kivel működteti a fő kommunikációs útvonalat? Veled vagy a barátjával? A barátjával. Vagy azon kapod magad, hogy a barátnőd folyamatosan az édesanyjával beszélget telefonon, vagy a nővérével beszélget telefonon, és az este kétharmad része, vagy a délután, amit egymásra szántatok, rendre valami ilyenre megy el. Kivel osztja meg a fő kommunikációs útvonalat? Vele osztja meg a fő kommunikációs útvonalat. És azt tudnunk kell, hogy egy baráti, egy munka vagy egy párkapcsolatban a kommunikációs útvonalaknak megvan a maga hierarchiája. Ha ezt megsértjük, olyan alapvető természeti törvényeket sértünk meg, amivel az egész kapcsolatot felborítjuk. Azonnal és rögtön felborítjuk. Ugyanis egy pillanatig gondold magad a saját szüleid helyzetébe. A saját szüleid kapcsán kinek kell jó kommunikációs viszonyban lenni? Édesapádnak meg édesanyádnak egymással? Vagy édesanyádnak az ő anyukájával? Apukáddal már nem annyira fontos. Apukádnak meg, nem tudom, a barátjával fontos jól megkommunikálni az élet dolgait, és neki ketten nem kell az élet legfontosabb, legmélyebb, alapvető dolgait megosztaniuk egymással. Kivel kell neki kommunikálni? Egymással, mert az első számú fő ilyen kommunikációs útvonal mindig egy olyan ember lehet, aki szabad választása alapján az első helyre került, illetve az első helyet foglalja el a te kapcsolatrendszeredben. Magyarul ő is választotta. Te is választottad, és ő is választotta. Ő van az első helyen. Vele tudsz párkapcsolatot, vele tudsz családot és más egyebet alkotni. Az első helyen ez a kommunikációs szál van. Ha ide valaki becsatlakozik, anyuka, apuka, gyerekek, bárki, akkor felborul a kapcsolat. Nézzük meg, hogy mi van, hogyha bekapcsolódik mondjuk anyuka ebbe a kapcsolati vonalba. A feleség nem a férjével beszéli meg, hogy mi a baja, mi bántja, nem egymással beszélgetnek, egyik tévét néz, a másik meg a mamával, de folyamatosan lelki egységben van. Ki ő? Ő egy felnőtt nő, vagy egy gyerek? Gyerek. Egy gyerek, pontosan. Egy gyerekkel egy felnőtt férfi tud párkapcsolatban élni? Párkapcsolatban nem. Abban biztos nem. Ugyanez fordítva. Ha a férfi, a férj, a fiú oldal ebben a kapcsolatban az édesapjával vagy a mamájával osztja meg a legmélyebb életérzéseit, és egyébként utána veled meg már alig kommunikál, akkor ő kicsodád neked? Vagy hogy viselkedik? Egyenrangú társad, felnőtt társad, akivel felelősen együtt irányítod az életet? Vagy szintén ő is egy gyerek? Jó. Mi van akkor, ha egy gyerek csatlakozik be ebbe az első fő kommunikációs útvonalba, és viszi el a szülők, vagy a felek egymásra szánt érzelmi kommunikációját? Mi van akkor? A fiam, a lányom, a nem tudom kicsodám. Akkor mi fog történni ebben a kapcsolatban, tudjuk-e? Rivalizálás. Miért? Aki a fő kommunikációs útvonalba becsatlakozik, az mindig az ügyeletes társ. Ha ez a mama, akkor a mama. Ha ez a te volt vagy jelenlegi házasságodból a pillanatnyi gyereked, vagy bárki, akkor ő került az első helyre, ő lett a kisférje, a kisfelesége, a kis valaki csoda. És mi történik akkor a valódi társsal? Mit fognak csinálni egymással a gyerek, az anyuka, vagy a valódi társ? Rivalizálni fognak, féltékenyek lesznek egymásra. Nagyon-nagyon féltékenyek lesznek egymásra. Teljesen biztos, hogy a maga a kapcsolat az rövid ideig lesz békés, illetve egyszerűen nem fognak tudni hosszú távon együtt dolgozni. Szeretni fogják egymást a felek? Már azok, akik féltékenyek egymásra, vagy akik rivalizálnak. Nem, bizony.
a lényegi információknak, a legfontosabb információknak mindig az első helyen álló személyek kell, hogy megkapják, és nem csatlakozhat be oda valaki más. Mindenki kommunikációs rendszerében van társnak hely, szülőnek hely, gyereknek hely, barátoknak, barátnőknek, rokonoknak, nyuszinak és összes üzletfelének, mindenkinek megvan a helye. Nem cserélhetjük fel őket, és nem rakhatunk valaki mást oda. Hát én nem szoktam a férjemmel törődni, mert én nekem mindenem a szüleim. Húha! És mióta él ez a kapcsolat? Hát már vagy 2 éve, de azon gondolkodom, hogy hát nem szeretem. El is hiszem. Ha az első helyen egy társkapcsolatban még mindig a szülők vannak, akkor a társadat biztos nem szereted. Teljesen biztosan nem szereted, és nem társnak nézed. Mit lehet ilyenkor tenni, és mit szokott az a fél érezni, aki kiszorul ebből a kommunikációból, vagy érzi, hogy valaki becsatlakozott? Ők szoktak kicsit a féltékenyek lenni, tehát nem csak rivalizálást éreznek, hanem a féltékenységet is. És mire törekednek ilyenkor? Hogy aki ide becsatlakozott, az hova menjen? Ki a telefonvonalból, menjen ki a kommunikációs útvonalból, és foglalja el a neki megfelelő helyet. Ez egy hierarchikus rendszer, fájdalom, de nem tudjuk másként egészségesen működtetni. Ilyen az emberi tudat. Csak hogy ilyenkor mit szokott érezni az a fél, akinek azt mondják, hogy ez így nincs jól, mert én vagyok a párod, és neked nem az apukáddal, az anyukáddal, a barátnőddel, vagy a valakivel kell megosztani az életed legfontosabb dolgait, főleg az érzelmeidet, a jó kedvedet és a szabadidődet és mindent, amit ekkor kommunikálsz, hanem velem. Mit fog érezni a másik, akit így szembesítünk vele? Azt, hogy korlátozzák. És elindul a háború, mert én azzal beszélek, akivel akarok, és úgy érzek, ahogy akarok. Ez mind rendben van, de ha te ezt így csinálod, akkor miben vagy? A nem tudás állapotában vagy. És ezért ezek rendkívül fontosak, hogy érezzük, értsük és lássuk, hogy a kapcsolat az nem egyszerűen olyan, hogy beleélünk valamibe, és majd lesz, ahogy lesz. Mindennek megvan a maga szelíd ugyan, de írott vagy írotlan szabály, és ezeket nem szeghetjük meg, körülbelül ugyanúgy nem, ahogy mondjuk nem érdemes megfogni egy magas feszültséget, csak úgy, egy ilyen vezetéket, abban bízva, hogy hát valószínűleg nem fog megrázni. Meg fog rázni. Ha megszeged a természeti törvényeket, ha megszeged a kapcsolati törvényeket és a kapcsolati etikát, a kapcsolat meg fog rázni, szét fog esni, szét fog hullani, ki fogtok egymásból szeretni. De ezt a folyamatot bármikor vissza lehet fordítani, egész egyszerűen azzal, hogy végig gondolod, hogy mit, mikor és hol mulasztottál, mondjuk így, vagy hol tartottál vissza információt, vagy mikor mit nem csináltál meg úgy, ahogy szerinted az igazán kellett volna, és elkezded kijavítani. Elkezded megcselekedni. Elkezded a feszültségedet valamilyen építő tettekbe beleönteni, és amit elrontottál, azt gyakorlatilag korrigálod. Korrigálás nélkül nem fogod tudni igazán felemelni, mert ki fogsz fáradni te is, és ki fog fáradni a másik is. Az ember etikája, belső erkölcse ennek alapján működik. És fura módon az ember szereteti képessége, szeretetre való képessége is ennek alapján működik. Ha ezt rendre felborítjuk, már pedig általában véve azt mondhatjuk, hogy a legtöbbször és a legtöbb családban kapcsolatban ezek felborulnak, ezek a szabályok, nem tartjuk be, akkor a szeretetre való képességed is csökken. Azaz, kicsi lesz a vonzásod, kicsi lesz az affinitásod, a másikban nem fogsz értéket látni, egy idő után magadban sem fogsz értéket látni, és az égvilágon semmibe. Miért? Mert szeretet nélkül, még akkor is, hogyha ez valamilyen, kicsit ilyen rózsaszín idilli valaminek tűnik, nem az, szeretet nélkül a dolgok értéküket veszítik. Abszolút. Ilyen vagy te magad is, és ilyen a másik is. Néhány idézetet kiírtam, és itt a végén, ha megengeditek, egyet vagy kettőt megosztanék veletek, és
Az első az így szól, hogy nem tudom, hogy egyszer az emberiség tudatosan követni fogja a szeretet törvényeit, de ez nem kell, hogy megzavarjon. A törvény működni fog, ahogy a gravitáció is működik. Akár elfogadjuk, akár nem. Az, aki felfedezte a szeretet törvényét, sokkal nagyobb tudós volt, mint korunk valamennyi tudósa. Majd csendesen hozzáteszi és folytatja a szerző. Egyelőre kutatásaink nem olyan fejlettek még, ezért nem lehetséges ennek mindenki számára a megértése. Egyszer fogunk tudni róla úgy kommunikálni, hogy mindenki megértse. És találjátok, hogy ki mondta ezt. Mahatma Gandhi. A szeretet törvényéről. Egy következő. Mindaddig, amíg nem érzünk rokon szenvet és szeretetet minden élőlény és minden társunk iránt ezen a földön, addig nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét. Valamiért ezt is Gandhi mondta. Emlékezz egy kicsit vissza, kit nem szeretsz? Kit nem szeretsz? Akivel szemben mit követtél el? Mulasztást, gondatlanságot. És mit kell tudj magadról? Te egy darab hús vagy, vagy szellemi lény vagy? Te szellemi lény vagy. Ez a darab hús egyszer létezik, de mint szellemi lény végtelen sokszor léteztél már. És mint szellemi lény végtelen sokszor hibáztál is már, ugyanennyiszer javítottál is már. Amikor nem szeretünk embereket, rasszokat, fajokat, bárki mást, szerinted mitől nem szereted? Azért, amit tényleg csinál? Vagy azért, mert lehet, hogy annyit mulasztottál, hogy úgy érzed, hogy nem tudod magad visszahozni, és ezért könnyebb hibákat keresni, és könnyebb nem szeretni. A legfontosabb talán az, hogy amikor mulasztunk valakivel szemben, akkor hiperkritikussal válunk a személyével szemben. Az az ember, és mi magunk, amikor abban az állapotban vagyunk, hogy ontjuk a másikra a kritikát, a kritikát, tehát amikor ebben az állapotban vagyunk, akkor rendkívül sokat mulasztottunk. Nem a másikat kell megszerelni és kijavítani, hanem magunkat. Az az ember, aki kritizál, nem tartotta be a szeretet törvényeit. És ezt is Gandhi merészelte mondani. Valamiért egybevág ezzel, amit ma itt most megnéztünk. Jó, és még egyet, egy utolsót, vagy előttit. Talán úgy kellene élnünk, hisz ki tudja, meddig élünk, hogy szépé tegyük a magunk, és lehetőleg mások életét is, mindaddig, amíg ez rövidke életünkben lehetséges. Az egyetlen legfontosabb törvény, hogy felfedezzük, hogy igazából ezért élünk. Minden életünkben javítunk, kivéve, amikor elfelejtjük, hogy ez az életünk is azért van, hogy valamit a belső etikánkon javítsunk. Az emberekkel, embertársainkkal, lélektársainkkal kapcsolatos viszonyainkon javítsunk. Amikor ezt elfelejtjük csak egy pillanatra is, akkor csak ártást, bajt és hibát látunk. Mindenhol. És jogosan mit teszünk? Szeretet helyett? Haragszunk és ítélkezünk. A legbiztosabb jele annak, hogy a belső etikád nem működik, amikor nem működik, az az, hogy hiperkritikus vagy és haragszol. És nem tetted jóvá, amit eddig jóvá tehettél volna. Jelzem, ez az életed ezért van, hogy fogj hozzá gyorsan, nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. És még egyet, ami nagyon hasonlít az előzőhöz. Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a furcsa, ködös úton, amit életnek nevezünk. Siessünk hát szeretni, siessünk hát kedvesnek lenni. Anonim. De elég teli találat. Na, elég furcsa és elég ködös úton járunk, és a legködösebb minden útunk közül a kapcsolataink útja, amiben a titok az az, hogy tudj róla,
hogy ami nehéz, az azért nehéz, mert mulasztottál, és nem megfelelően kezelted a mulasztást, de csak rajtad múlik, hogy visszajössz ebből a gödörből, és újra megtalálod a szeretetet, újra megtalálod az elfogadást, és képes leszel egy másik szinten magasabb etikával valódi szeretet kapcsolatokat építeni. Nem tudom, hogy tettem-e hozzá az eddigi gondolataitokhoz a kapcsolatokról, vagy adott-e ez az este egy-két új gondolatot annak kapcsán, hogy mit kezdjél a kapcsolataiddal. De gondold végig majd, hogy tudod-e, hogy abban élsz, ha abban élsz, és mikor sebzed meg a kapcsolatod, mindig, amikor elfelejted és nem teremted. Kettő, nézd végig, hogy gondozod-e úgy, ahogy kell, megosztod-e magad, vagy visszatartasz, őszinte vagy-e, amikor lehet. Nem az számít, hogy a másiknak tetszik-e az őszintességet, hanem hogy te őszinte vagy-e abban a pillanatban, amiben az lehetsz. Kettő, törekszel-e jóvátételre a kapcsolatod fenntartása érdekében, és vannak-e építő tettek? Az építő tettek az nem csak fizikai egyéb cselekedetek, amik a környezetedre és sok minden egyébre vonatkoznak, hanem vonatkoznak arra is, hogy mennyi örömet szerzel. Törekszel rá, hogy örömet vigyél haza, amikor hazamész, vagy vigyél arra a randira, amikor odamész? Tedd fel ezeket a kérdéseket, és ha azt érzed, hogy ezekre a kérdésekre a válasz nem minden esetben igen, akkor járj magadban utána, mert lehet, hogy csak kivenni akarsz a kapcsolatból, és nem tudod, hogy így nem tudod fenntartani. Csak akkor, ha megtanulsz beletenni. Mikor nem fáradsz el? Ha emelkedik az energiaszinted, akkor korlátlanul tudsz egy kapcsolatba beletenni. Ha emelkedik az energiaszinted, mikor emelkedik? Hogyha megkapom a másiktól a figyelmet. Ha a belső etikád emelkedik. Ha a belső etikád emelkedik, és azután, hogy a másiktól kapsz-e figyelmet, vagy milyen választásaid lesznek, hogy vele folytatod, vagy nem folytatod, az már egy másik energiaszintről egy másik történet. Egy másik történet. Az első lépés az az, hogy te észreveszed el, hogy te mit csinálsz tőle függetlenül ebben a kapcsolatban. Tegyél, azt hiszem, hogy most fog rögtön következni pont egy ilyen szakasz. Hogyne. Égek a vágytól, de nem biztos, hogy tudok jót válaszolni, vagy olyat válaszolni, amit szeretnél hallani. Egy pillanat türelmet kérnék szépen. Tehát ha összefoglalnám nektek, akkor én azt szeretném elmondani, hogy a gyönyörű dolog a kapcsolatok hálója, és ha nem tudod, hogy szükséged van kapcsolatokra, akkor nem tudod, hogy élsz. Csak az az ember hiszi azt, hogy képes kapcsolatok nélkül élni, aki annak sincs tudatában, hogy él. Az az ember, aki nem törekszik a kapcsolatokban élésre, az nem törekszik az élet legerősebb törvényére, a túlélésre. A túlélés soha nem az egyes egyén, hanem mindig a többek számára lehetséges. Legoptimálisabb út. Tehát először tudatosítsd magadban, hogy élsz. Ha élsz, akkor ahhoz szükséged lesz kapcsolódó társakra, és gondold végig, hogy mit tehetsz azért, hogy a rendszer maga, ami a kapcsolatot mozgatja, fennmaradjon, minél tovább. Minél tovább marad fenn egy építő jellegű rendszer, annál tovább élsz te szeretedben, és annál több dolgot tudsz korrigálni az életedben, és minél több dolgot korrigálsz, annál boldogabb leszel. A teljes boldogtalanságunk alapja az, amikor nem ismerjük fel, hogy korrigálhatnánk. Vagy elkéstünk, vagy ezt nem időbe tettük. Ezeket a gondolatokat hoztam ide ma estére, valószínűleg lesznek kérdéseitek, de ha megengeditek, átadom a szót a háziasszonynak, akinek szerintem lesz egy-két gondolata hozzátok, és örülök, hogy meghallgattatok.